Megy. Ja, indult? Jó, oké. A ma esti alvás pontszám értékeinket elrontandó fettyússal kóstolunk meg 4 sört. Hát te most hogy tudott ezt a sörfőzdét, ugye a gyereked születése után valamivel, és most... Így van, egy pont, évvel. Pont így diskurálunk arról, hogy mindkettőnknek kb. Egy éves gyereke van, és hogy ki van jobban, hát kinyitvanva. Számoltuk. Igen, igen. Na, mesélsz egy picit egyébként erről, mert ugye aki eddig nem tudta, Peti legelőször a Monyóba kezdte, és akkor utána nálunk volt, tehát talán még hosszabb ideig, mint a Monyóban. Nem, a Monyóban voltam 4 évet, nálatok egyet, aztán ja, akkor nem. Igen. Volt egy 3,5 éves kitérő, uh-huh. Egy Varga Betű, és utána akkor vissza. Uh-huh. És milyen volt a Stiegbergetz? Fú, durva. Így magyar léptékekbe. Azt beszéltük, milyen hogy ilyen szép és gyors beszélő versenyt fogunk rendezni a Petivel, csak Csabát már nem tudtuk a harmadiknak, úgyhogy hát élvezzétek a show-t. Azt kell, hogy szűk szavak bajnoksága. Szóval jó, igen, jó. Szóval jó, okay. Melyik sört kóstoljuk elsőnek? Nem, úgy borzasztó tanulságos, mert rengeteget tapasztaltam, megtanultam. Tényleg ilyen 15 ezeres, meg 10 ezeres tartályok voltak, 5 ezeres főzőházzal, úgyhogy amikor oda kerültem, akkor így néztem, mint a kisgyerek az édességboltba, mm-hmm. Így the fuck. És miben voltatok a legjobbak? Hát IPA. Ugye ez a mi szájtunk az egy ilyen production brewery volt. Túl sok kísérletezés nem volt, nem úgy, mint itt, hanem beálltunk erre az IPA vonalra, és akkor gyártottuk. Ja, a komlókkal kísérleteztünk meg pár, egy-két alapanyaggal, de amúgy... Flóra, közben kikérdezek, hogy elindult a felvétel, tehát számál vissza a szám, mert kétszer nem tudjuk ezeket meginni, de egyszer is sok. Elmondani sem. Na, közben nekem nagyon kiszáradt a szám, szóval hallgatom, de azért valamibe kezdjünk bele, nem? Aha, akkor ajánlatom, hogy kezdjünk a leggyengébbe. Ez egy apa. Egy atlasz. Egy atlasz Félél. Apa. Ez egy core range? Nem, vagy nem, egy akkor még nem volt core range, amikor én eljöttem, de a célból született, hogy azzá váljon. Uh-huh. Volt nekünk egy apánk, egy Citra Amarillo, uh-huh. Szerintem ez annak a leváltására született. Igen, ezek a madarak egyébként miért vannak sokszor? Hát rajta? Nagyon sok sirály van Göteborgba, és kvázi ő lett a címer állatunk, úgyhogy így minden címkén rajta van szinte. Uh-huh. Jó, hogy itt van 4 sör, és csak az egyiken van rajta, de... Ez mikor egyébként? Hát, nem harmadik kis. 15, mennyi a bezdiforrotok? Egy év? Aha, tehát akkor ez egy márciusi, igen. Kicsit már oxidált, uh-huh. Egyébként színben is, meg ízben is. És... Hát igen, ott helyben, amikor helyben isszuk, vagy ittuk, akkor az teljesen más volt. Uh-huh. De... Tehát mert átvált egy kicsit ebben a malátás, uh-huh. Igen, vonalma. Egyébként egyáltalán nem ihatatlan, csak gondolom, hogy másnak indul alapból. Más-más. Hát fáradt. Mit ez egy jó New England IPA-t egyébként a véleményed szerint? A krémessége. Szerintem a kortyérzete, hogy ilyen sejmes, uh-huh. a komlózása, hogy meleg oldalon szinte csak a whirlpoolba megy, aztán meg a hideg komlózása, meg nyilván a vízkezelés sem utolsó szempont. Hogy uh-huh. Gondolom az azért komolyan volt véve. A vízkezelés? Aha. Nem. Nem? Nem, két showval dolgoztunk és annyi. Aha, két profil. Nem, ja, nem is csak összesen két só. Mert annyira ilyen semleges akkor volt a kinti víz, hogy... Nem is kell vele semmit csinálni. Szulfát meg chlorid, és akkor azt azzal játszottunk. Meg néha a startoknál mész. Uh-huh. És annyi. Nem tudom, hogy nálunk hát, hány fajtával megyünk. Néha nátrium chlorid is. Igen. Uh-huh. Hát nálunk 5-6. Uh-huh. Azért pörög. Ja.
Hát itt a kőbányai vizet azért meg kell rendszabályozni. Kicsit. Mondjuk itt ugye teljesen lenullázzuk, aztán vissza kell sózni. De akkor ott nem is volt ozmózis? Nem. Csak a csapvizet turbóztátok fel, ja. Az tök jó. Meglepődtem én is, de működött. Meg házi élesztő blendünk volt, és akkor azzal... Ebben egyébként milyen komlók vannak? Tudod esetleg? Nincs ráírva. Nem emlékszek már rá. Nem baj. Meg tudnám nézni, csak akkor... Ja, nem kell. Én állunk. Viszont az a lehozó infóm van, hogy csak kevés poharat találtunk, úgyhogy ugyanabba fogom tudni tölteni a következőt is. Remélem, olyan nagyon nagy különbség nem lesz. Van még egy ipánk. Az meg az Omnipolo egy... Egy dipa. Egy asztarohat. Hát akkor lehet, hogy az ipával folytassuk, nem? Simán. Azt meg húsvétre főztük. Ezt hogy kell kimondani? Poszklüst. És a Stiegbergetszet egyébként hogy kell? Stiegberget. Kicsit ilyen je. Steigburger. Higbergé. Jaj, én franciásan. Na, nagyon egyébként nagyon elszállt itt az artwork. Tehát, hogy sok különböző. Felidődés volt a sok modell után számomra. Fú, ez viszont most elég jó állapotúnak tűnik. Bár egyébként ugyan ez is harmadik kóhúszeret. De ez még a hazatértett kóhoztad ezeket? De ezt most kaptuk a fesztiválra. Ezt szerintem még Marci intézte. Velek is egy nagyon picit fáradtabb az illata, de azért ez az apával ellentétben azért itt jóval több komlóolajjal indulunk. Meg ez a kis trópusi. Aha, igen, ez egy nagyon klasszikus, nagyon klasszikus vonal. Itt sincs ráírva, hogy milyen komlók vannak benne, de... Szuper titkos információ. Igen, hát ezek a általános. Ezért Simco, mozaik, citra, stb. Vonal. Azokat is használtunk bőszen. Mi volt az, ami ott a házi kedvenc komló volt? Hát ez tényleg ízléstől függött, de tényleg nagyon sok nyázon ment. Ment el, meg... Képként sokkal jobb a kort érzete, szerintem. Nem, az tényleg az apa, az frissen volt nagyon, nagyon ütős. Hát ez ilyen... Pont csináltam egy Skóciában egy ilyen sörkóstolást. Úgy kezdtem, hogy szerintem a New England ipákat már nem annyira a recept teszi, hanem inkább a frissesség. Mert szinte minden főzde tud már faszát csinálni. Ja. Nem az számít, hogy most amit veszed, az Track, vagy Cloud Water, vagy mit tudom én, fehér nyúl, hanem hogy mennyire friss. És utána mondtam, hogy úgyhogy hoztam is egy decemberi New England IPA-t, ugye nem tudtam kontrollálni, hogy mit tesz be a brúdok, de augusztusban bemutattam egy Astral Projection taluszt, amit decemberben szedtünk ki az előző évben, de jó volt. És mi ott a főzőben beszéltük még annól, hogy nem is az abszolút frissesség, hanem berakott a hűtőbe hátra még egy hétre. És ez nagyon szépen lekerekedik, mert az elején még van egy pici ilyen hobburn. Igen. Aztán úgy nagyon szépen összeáll. Ja, már brúdognál, hogy ez a jó, hogy ott lehet, hogy ezért rohadt régi volt, de ugye végig hűtőházba, meg hűtőautóba ment, úgyhogy meg ugye télen ezek nem olyan veszélyesek, inkább az ilyen nyári időszak. Szóval fincsi? Ez jó. Most a Budapest Beer Weekend azért nem volt nehéz jó ipába belefutni, de azért nagyjából szerintem az van, az kezd el lenni Európában, hogy van a lokális egy-két-három darab olyan főzdéd, aki tud ilyet csinálni, és akkor próbálj meg attól frisset inni. Nem feltétlenül van értelme elmenni már Amerikáig, biztos, hogy nem, de már szerintem Svédországig sem. Mármint így borzasztó tragikusak a például a Svédországban is kapható amerikai sörök, ami a System Bolegetben van. Ilyen
karamell szósz az egész. Igen. Fáradt karamell. Igen, most szintén ott augusztusban ittunk, voltak talán monkisok, meg other half-ok, de már nem voltak frissek, és igazából ilyen íze volt, mint ennek. Tehát, hogy ez egy fél éves ipa. Igen. Fél éves ipának rohadt jó, tehát találsz egy ilyet a Balatonon, az hűtőben, hogy ott maradt még tavalyról, akkor rohadt jó. Érted? Csak nem feltétlenül ez az, amivel szeretnéd bemutatni a főzdédet, amikor ilyen kóstoló van. Na, ez már ötödik havi, úgyhogy most már egyre frissebbre megyünk. Viszont most kaphatsz egy új poharat, mit szólsz? Mert még van négy. Hozzá 300 kiló hidegkomót használtunk. Csodál. Mekkora tartályban? 15 ezer liter, de ott mondta a brewmaster, hogy még ilyet ő sem nagyon csinál. 20 gram per liter. Ja. Hány fázisban? Egy. Ment. Kettő, igen. 150-150 kiló. Aha. Itt egyébként ez miért UNO 2? Akkor ez egy UNO DOS? Szerintem volt sima UNO is. Aha. Aztán egy Lager. Ott voltál ennél? Aha. Yes. Mondja már valami fun fact-et. Most már kierőszakolod belőle valami. Mi ide komlóztuk az Oliva, a Head Brewerrel. Simán ment minden. Na. Úgyhogy... hát így, amikor töltjük, akkor... Igazából látszik már, ahogy jön a kentből, hogy mennyire durva. Igen, és ebbe vagy, volt erős, vagy erős a stigébe a dipákba? Aha. Igen, ez nagyon-nagyon szépen néz ki, meg egyébként szinte világosabb, mint a sima ipa. Úgyhogy... hát azért alapvetően azt a mindegyet, ez nagyon szép sárga. Tehát, hogy a... Ennél a New England stílusnál talán ez az egész stílus a dipákra van kihegyezve. Tehát az optimum az abszolút ez a 7-8-9% szerintem. Fú, na hát ennek már azért elképesztő illata van. Tehát ez már nem az a standard típus New England dipa. Igen, és ez még kiszerelés után is hát jó pár héttel még azért csípett rendesen. Uh-huh. Wow. Durva. Nekem kicsit túl karbonizált, de... Uh-huh. De úgy... Picit talán ez a komlókeserű is intenzív. Igen. De hogy vannak benne azok a fajta ilyen komló íz hatások, picit ez az ilyen vanília, tölgy. Van benne egy kis földes. Igen, amiket egyébként én itt tökre szeretek. Tehát szeretem, hogyha elmegy ebbe az irányba. Nem az a szögetszerű valami. Mert szerintem jót tesz neki. Laktózos egyébként? Nem? Nem. Ja, nem is főztünk laktózzal. Nem szoktátok? Hát ezeknél az ipáknál nem is kell. Ja. Mitől marad egyébként ilyen iszonyatosan durván világos és tejszerű egy sör, szerinted? Hát az alapanyag, meg a vízprofil. Hiszen ez pasztorizált, vagy a szeparált. Igen. Tehát, hogy alapvetően nem az van, hogy benne marad az élesztő, mert azok ki vannak tisztítva. Meg a hidegkomlózó, amit használtunk. Ja, mert ott valami nagyon csúcs szucs van nektek, nem? És az segít ebben? Abszolút. Az hogy hidegkomlóz? Hát, kvázi beledarálja a hidegkomlót, és közben forgatja. Wow. Nagyon durván néz ki. Nézd csak, így oldalra fordítom, tehát hogy alapvetően nem egy nagy felületet nézel, még úgy is teljesen átláthatatlan. Szóval ritkán hát látni ilyen szépet, és általában, hogyha egy szőr így néz ki, akkor az finom is. Ez a hop juice. Ja. Csúszik.
Csuszik. Kettő után már. És alapvetően milyen ez a svéd munkahelyi kultúra? Mennyivel volt ez így rideged? Szuper, vagy... a Tibuszokba tudok csak beszélni. Igen? A mi főzdei kultúránkról, tényleg ilyen szuper befogadó, segítőkész, empatikus emberek és környezet. Rugalmasak, megértőek, türelmesek. Mennyiben különböznek, mennyivel barátkozósak mondjuk egy ilyen magyar közeghez képest? Hát az nem baj, csak hogy nagyon sok brit volt a főzdében, úgyhogy ők azért megadták az alaphangot, tehát ilyen nagyon jó kedvű társaság volt, nyitottak. Általában azért a svédek nem annyira nyitottak, tisztelettudóak, meg haverkodnak, de azért nem hívnak át sörözni egy munkanap után. Megvan a kis baráti körük, azok az úgy ragaszkodnak, de új barátokat... Nem volt nehéz átvészelni a teleket? Amikor nagyon sötét van meg... De azért február környékén már kezdett kilenni. Egy hónapnyi eső után, meg szél után. Nem is hó volt, hanem szél meg eső. Mert a nyár az egyébként olyan, hogy valamivel hidegebb, de cserébe mindig világos van. Ilyesmi is 3 hónapig tart. Ja. Viszont utána, nekem nagyon tetszenek ezek az ország, csak a telektől leszek egyébként teljesen készen. Hosszú. És nem csoda, hogy alkesz népség lett belőle, és utána meg kellett regulázni őket, mert a termelékenység az nem úgy ment az országba, úgyhogy ki is alakították az italmonopólium intézményét. Ismét egy teljesen eltérő, szinte már ilyen sketch jellegű grafika. A kollégám csinálta. És magyar sörfőzdével kollaborált a Stiegberget, a Dealbreakerrel. Ugye Peti mellett a Tibi is dolgozott a Stiegbergesnél. Tibi nem? Tibi a Poppersben. Ja, a Poppersben. De jóban volt egymással két főzde. Na jó van, mindegy. Az enyém, hogy nem vágom. Jó, szóval Tibi is dolgozott Svédországban, ennyi. És az Orient pedig az is egy svéd sörfőzde. Ez egy 3-as kollab. Hát ugye? Az Orient az egy ilyen gypsy. Meg vannak helyeik. És ez egy berölésd imperial stout, kávéval, kakóbabbal, vaníliával. És ennyi. Igen. Összességében egy egyszerű, mindjárt mondom, hogy hány százalékos, 12,5. Ez jó lesz nekünk itt délután, hogy odaégesd majd azért mangóbét, vagy nem tudom éppen mi készül. Az. Úgyhogy csak egy picit töltök, hogy maradjon a srácoknak. Jó. Picit karbonizáltabbnak tűnik, igen, egy átlagos kevésbé imperiát. Kevésbé olajos. Meg kevésbé tűnik olajosnak, igen. Tehát jó hamar elillik, de nem fogja össze annyira a poharat. Tehát egy ilyen nagyon olajosnál már szinte fekete tud lenni a hab, és hogyha így meglögybölöm, akkor az egész pohár teljes mértékben besárgul. De amikor kinyitottam, akkor jó illata volt. Igen, illatban azt akartam mondani, hogy az azért... Figyelj, illatban jó egyéb. Van egy pici kávé zaccosság benne. Mostanában azért lehet baszott jó imperial stoutokat inni, úgyhogy az ember rohadt könnyen snobbá változik, és így azt mondja, hogy minden egy... Hát nem? A mi ipáinktól lettem ilyen ipa snob. Aha, könnyű egyébként, igen. Mert utána már... Minden szar van. A vanília egyébként nagyon szépen jön. Érdekes, hogy kortyérzed, de meg egész olajos. Igen, nem, de egészen könnyen iható, de mégis komplex. De nem annyira... Azt gondolnád, hogy nem lesz annyira édes, emiatt, mert nem olyan olajos, de egész édes. Igen. Érdekes. Picit bourbon hordó? Ilyen tannos. Mert a nyelved. A nyelved végén. Meg ugye ez a meglepően magas szénsav. A csípeget egy kicsit.
Mi alapvetően egyébként egy... Ez jó, korrekt. Ez egy korrekt sör. De hogy nem biztos, hogy ez lesz az Imperial Stout, ami meg... Azért volt nektek ott elég sok brutális cucc. Most hát, a Beer Week-en is azért volt. Az, igen, igen. Kakaó, ilyen. Ja, ja. De jó. De inkább azt mondom, hogy az IPA-ink a kimagaslóak. Uh-huh. Én talán jobban szeretem azt, ahol van valami koncepció, hogy miköré épül, tudod, valami, te ezt a tortát, vagy ezt az ízhatást szeretnéd elérni, vagy pedig szimplán csak a hordó, és akkor addíciókkal meg óvatosabban bánunk, mert hogy ez csak lehet, hogy véletlen pont egy olyan dolgot emel ki, amit nem akarsz. De hogy nagyszerű egyébként, így a Metszentiszt híradó után rendesen is üdv újra itthon, mint föl-föl dobott kő végül hazatértél, és hát reméljük, hogy fasza lesz. Meg most csináltunk a Stiegberg egyszer egyébként kollabot. Egy faszok is. Meg most azt mondta Peti, hogy majd mutat egy-két trükköt, és lehet, hogy ő is jön majd a saját receptjeivel, amit hát, egyébként alig várok. Nem nagyon szeretném magamba tartani ezt a tudást. Szétveszít belülről. Igen. Jó van. Kösz szépen, hogy csatlakoztál meg, hogy elvállaltad a végre egy kis svételet, kis daydrinkinget. Visszacsempésztél a szívembe. Ja. Már hiányzott. Okay. Kóstoltuk meg a Stiegberget söröket, szerintem egyébként valószínűleg a Hopaholic, meg a Csaka. Csaka jó sör, esetleg a Beer Selection, igen, ezeknek igen. A webshopjai meg az oldalán tudtok általában ilyeneket találni. Érdemes rákóstolni, mert nagyszerűek. Úgyhogy kösz a figyelmet. Köszi szépen. Sziasztok. Hello. Hello.